Mai tesztautónkat sokan illetik mindenféle igaztalan váddal, hogy egy nagy tohonya mindenre alkalmatlan elve nem európai méretű, hanem csak Amerikában lehet vele akár beállni akárhová. Én viszont már tegnap este bebizonyítottam ennek az ellenkezőjét, ugyanis simán beparkoltam vele egy Fiesta helyére csont nélkül. Just live inside my Cadillac. That is my shit. And I'll throw it up. That's what it is. In my C-A-D-I-L-L-A-C, bitch. Ugye nekkora böszmének nyilván érdekesek a műszaki adatai, de szerintem egy olyan műszaki adat van, ami a legjobban érdekel mindenkit, és az a fogyasztás. Lenullázzuk a fogyasztási adatot most, és megnézzük, hogy mire kiérünk a városból, milyen városi fogyasztást kapunk. Ajjaj, ez a gyorsítás, ez nem teszi jót a fogyasztásnak, de így is már lement 99-ről 40-re. Lesz ez még sokkal kevesebb is. Mit jelent az Escalade? Nos, az Escalade, vagyis Escalade a középkori harcászatban egy harcászati eljárás volt a várostromok idején. Hogyha azt mondták, hogy Escalade, akkor hozták az ostromlétrákat és az ostromtornyokat, és ha úgy vesszük, a General Motorsnál tökéletes is a nevezéktan, hiszen az Escalade megfeleltethető egy közúti ostromtoronynak. És még ennél is érdekesebb a Cadillac új típusú emblémája, amit 1997-ben kezdtek rendszeresíteni, hogy honnan ered vajon. Antoine Lomé de Lamotte Cadillac, egy francia katona családi címere, és az az érdekes Antoine Lomé de Lamotte Cadillacban, hogy ő arról nevezetes, ugye a Detroit elődjéül szolgáló katonai bázist ő alapította, és hát ugye ebből ered maga Detroit neve is, hiszen Detroit igazából eredetileg Detroit, aki 14. Lajos tengerészeti minisztere volt. Ez 8 henger, 6 liter, illetve bő 6 liter, a Escalade harmadik generációban már 6.2-es. A V8-as 409 lóerő, 640 Nm, 6 fokozatú automata váltó, állandó összkerékhajtás. És azért is érdekes a fogyasztás, mert ugye itt van a 400 lóerő fölötti autónk, ami 2,6 tonnát nyom, és a gyorsulása 6,7 tized másodperc ezzel a rettenetes toronnyal 100-ra. Szeretjük szídni az amerikai autókat, és jó okkal. Ebben is megvan az egy jellegzetes, hát nem mondom, hogy fos barna, mert hát ki mit evett, de szóval ez a barna műanyag, azzal együtt látszik, hogy a Cadillac az amerikai márkák között ugye azért a csúcs, és az Escalade pedig a Cadillac egyik csúcsmodellje. Tehát furcsa módon az Escalade-nek a belsejétől nem kap az ember azonnal gyomorfelfordulást, tehát viszonylag rendben van. Ez az alumínium betét is, nincsen túlcsicsázva, jó lehet vitatkozni ezen az analóg órán, de ez is az eleganciát hivatott. Megérkeztünk Budapest külterületére, ezennel lezárom a szavazást, 14,5 literes átlagfogyasztáson állunk. Ez mondjuk meglehetősen hízelgő az Escalade-re, vagy legalábbis eltakarja a lényeget, tehát valójában azért, hogyha a városon belül használnánk, akkor inkább olyan 18-19, tehát a gyári 20-as adatot azért sikerülhet így
alulmúlni, alulteljesíteni, úgyhogy lehet eszkelédünk, csak legyen hozzá legalább egy olajfinomítónk. Kicsit feltámadt a szél, viszi a munkavédelmi bakancsdobozt, de nem baj. Nézzék csak, itt végződik a barátság, kőolajvezeték, tehát hogyha ide lépek, az már igazából túl a barátságon. Itt érkezik 1972 óta a legtöbb olaj, amit az autóinkba tankolunk, a világ leghosszabb kőolajvezetéke, ráadásul 4000 km hosszban, melyen évente körülbelül 5 millió tonna kőolaj érkezik Magyarországra. Ránézésre van valami halvány fogalmad arra, hogy itt mi történik a csövekben? Honnan, mi megy, hová? A csőcsordának, magas vezetésű csőcsordának hívják. Ez komolyan csorda? Igen. Újabb csőcsorda? Igen, ez az alsó vezetésű csőcsorda. Mit csinál ez a ménkűsok gőz? Elképesztő csőcsordák vannak itt. Ezek a nagyon mélytengeri dolognak tűnő gömbök, ezek mik? A gömb alakú tartályok, azok mindig gáztartályok. Melyik a kőolaj? Tudom, hogy itt tanították kémiából, de... De inkább itt a dolgok. De ez egy híg dolog. Igen. Hogy lesz ebből benzin, meg aszfalt? Forpont különbségek alapján szép választjuk őket. Az a krakkolás? Nem. A krakkolás az a szénhidrogénláncoknak az eldarabolása. De az már nem ilyen hőizével megy? De az is hő és katalízis. A petró az a petróleum. Ez a nehéz benzin? Igen. Mi bajom lehet, ha rendesen beleszagolok? Igazából hogy, semmi? Az, hogy rosszul leszel tőle, mert igen? A szénhidrogén, igen, nagy mennyiségben. Hű, ez nagyon forró. Egy kis gudron. Igen, akkor álljunk félre, és a fiúkat megkérjük, mert mondták, hogy mostanában köpköd. Hát de az a vicces éppen, hogyha mondjuk engem arcon köp a kádrány, nem? Miért? Nem. Egyrészt 180 fokos. Ó, hát tényleg az nem olyan vicces. Mégiscsak az Escalade miatt vagyunk itt, és egy nagyon jó hírem van az autó számára. Megérkeztünk Magyarország legeslegnagyobb benzinkútjához. Itt töltik a tartálykocsikat, amik aztán széthordják az üzemanyagot az ország